de mi történik itt? Nem is tudom, mégis van ebben a dalban valami zsongítóan kellemes. Hát ez meg micsoda? Nullám, egy kis manó. A manók minden esetre kedvesebbek, mint a sárkányok meg a harcosok. Azért jöttél vajon, hogy trükköket csinálj? Ezt nevezem én trükknek. Csak tudnám, hogy csináltam. Jé, kis manó, a gyomrom nem szereti az ilyen játékokat. Mint ha három lenne belőled. Ó, te jó ég, mintha megnőttem volna. Nem, a szoba megy össze. Kedves manó, én nem vagyok összehajtogatható. Ó, minden visszament a helyére. Kérlek, ne csinálj több trükköt. Muszáj aludnom egy kicsit. Ébredj, Kvargépi! Meg kell mentenünk a csapatot! Mi az? Jól van, mentsük meg! Kövess engem, öregem! Köszönöm, barátaim! Nagyon kedves tőletek, hogy meglátogattatok, de most már igazán aludnom kéne! Hűha! Minden létező méretben vannak fogaskerekei. Valósággal dúskálhatok az alkatrészekben. Úgy megszerelem a gépet, hogy jobb lesz, mint valaha. A mindenit. Időtlen idők óta nem láttam ilyen pompás csavarkulcsot. Ó, te jó ég! Bocsáss meg, Chip! Egy pillanat is kiszabadítalak. Júj! Vagy mégsem. Tarts ki, Chip! Nincs más választásom! Ó, köszönöm, Zümzüm, de nem vagyok szomjas. Ah, ez olaj! Nagy ötlet volt, Zümzüm! A mindenit! Azt hittem, suskus találmányai egyszerű felfuthatós játékok. Hát csak légy velük óvatos! Nem szeretnék újabb meglepetéseket! Mi csak? Egy komputer! Hé, itt van a völgy képe! Na hát, ezekre az épületekre nem emlékszem. Az egész völgyet betöltik. Szervusz, Pintyő! Úgy gondoltam, most már visszatérhetek, de miért nem vagytok most a császár mellett? Ne aggódj, biztonságban van. Kvargépi és Dél vigyáznak rá! Csíp! Óriások jöttek kardokkal, én meg manó voltam, és fölrepült az ágy, és aztán nőni kezdtünk, a szoba meg összement. Ezt miért kaptam? Mind agyvász össze-vissza, ennek se füle, se farka. De miért is veled beszélek? Hol van Kvargépi? Ő még mindig odabent van, meg kell mentenünk! Gyorsan fussatok fedezékbe, ha az ágy megint röpködős kedvében van. És legyetek csöndben! Lehet, hogy a kardos fickók lesben állnak! Miféle kardos fickók? Épi! Jól vagy! A kardos fickók elmentek? Mi történt? Ki rakott rendet? Ez föl volt aprítva, és azok a fickók ketté vágták az ágat! Te láttad, Lipi! Mondd el nekik, mi történt! Sajnálom, öregem! Mire én fölébredtem, te meg a császár eltűntetek! Semmi baj, Dave! Minden rendben van! Semmi sincs rendben! Vagyis itt most minden rendben van, de nem kéne, hogy rendben legyen, mert nem volt. Én megértelek, Dél, de az a fél, hogy minden rendben van. Nem, az nincs rendben, hogy rendben van. Mondd csak, miért vagy velem ilyen megértő? Nyilván azt hiszed, hogy bolond vagyok, mi? Senki sem mondta, hogy bolond vagy. Nem vagy bolond, Dél. De igen, az vagyok. Mit is beszélek? Régen voltak, mindjárt azután támadtak, hogy az ágy földet ért. Hallod? Ő is látta őket. Ez itt? Széthasogatta a hálóingemet. De felséges császár, ez csak egy szobor. És a szoba is tökéletesen rendben van. De az előbb még... Nyilvánvaló, hogy felséges császárunk rosszat álmodott. De hiszen ébren voltam, vagy mégsem.
Szólok a császári füvesembernek, készítsen egy főzetet, amitől majd jól alszol. Köszönöm, nővérem, talán ez lesz a legjobb. Tisztelt uraim, attól félek, a császár többé nem tud eleget tenni kötelességeinek. Ez azt jelenti, hogy helyettest kell keresni? És ki volna az? Mint nővére, természetesen én magam foglalom el a trónt, amíg fel nem gyógyul. Suskusnak igaza volt, meg vagyok átkozva. Miattam borult el a császár agya, és most már szegény Dél barátunké is. Az enyém, de én nem vagyok bolond. Vagy igen? Túl nehéz feladatokat bíztam rád, és mindig csúfoltalak, hogy bolond vagy! Ó, de én nem vagyok bolond! Azok a kardos fickók tényleg mozogtak! Ó, szegény Dél! Hát, ha igaza van, Csik. Ez ugyanaz a fajta olaj, amelyet Suskus használ a találmányaihoz. Azt hiszem, hogy ez a szobor igenis tud mozogni. Látod? Látod? Én úgy emlékszem, hogy valami füst jött ki ebből a gépmadárból. Biztos, hogy aki ebből szippant, könnyen azt hiheti, hogy azok a gépbabák igaziak. A császár mégsem bolond, fintyő. De valaki azt akarja, hogy mindenki bolondnak tartsa. Attól a főzettől mély álomba merülsz, testvérkém. Köszönöm, Suskus. Csak a nővére tehette. Menjünk utána. Tanulmányoztam a tervrajzokat. Biztos vagyok benne, hogy újabb tucatnyi birtokot szerezhetünk. Nézd, amint császárnő leszek, mindent megtehetek, amit akarok. A palotát ledöntjük, hogy több helyünk legyen. Semmi szükségem rá. És amint lebonyolítottam az üzletet, mindjárt indulok Monte Carlóba. A mindenit azért akarja hatalmába keríteni a völgyet, hogy eladhassa. Na igen, de ezt nem lesz könnyű bebizonyítani. Nem probléma. Majd rávesszük, hogy tegyen vallomást. Vallomást? Teljesen bolond vagy! Igen, bolond vagyok! Bolond! De rabasz! Kár, hogy a falakat nem tudjuk mozgatni, de az ágyat megszereltük! Aki másnak vermetás, maga esik bele! Ki ez? Az én gépmadaram? De te nem tudsz repülni, csak énekelni! Mi ez? Te nem tudsz járni! Én csináltalak! Nehéz, mint a só. Jól van, Pintyő barátom. Hol vagy? Mutasd magad! Szervusz, te vagy a sus! Kus! Miféle ostobaság ez? Jaj, ne! Már megint ugyanaz történik! Hadd segítsünk, felséges császár! Jól van, felség! Ó, ti is látjátok ezt? Igen, felség, ez valami kegyetlen trükk!
Köszönöm, köszönöm. Tehát trükk volt, hála az égnek. Sokkal jobb, mint az én trükkjeim. Hogy érti azt, hogy az ön trükkjei? Én azért csináltam a magam trükkjeit, hogy Gömbfej azt higgye, megőrült. Ez viszont... Vagyis... Én... Úgy, a saját nővérem megpróbál engem letaszítani a trónról? Miniszterek, vigyétek el! De hiszen csak egy tréfa volt, igen, tréfa volt. Nagy ötlet volt, Dél! Elnézést, hogy bolondnak hittünk. Igen, inkább mi voltunk a bolondok. Én például bolondulok, érted?